Alakul az MLS és a szurkolói csoportok közötti háború a szövetség szigorú büntetési gyakorlata miatt, amelyel a rasszizmuson túl a csúnya beszédet is szankcionálják. A pénzbefizetések rekordere természetesen az FTC, amelynek műsorközlője, mestere Szendrei Zsolt Szasza beszólt legutóbb a vididrukkereknek. Ő a vendégünk, s vele szállt be hozzánk Nagy Imre, a Fradi Sas is. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát, illetve, hát, ő, Imre, hát, hogy ő, itt van a fradisos, meg itt vagy, tehát neked ja. vannak ö, dublőreid is ezek szerint? Nem, hát én vagyok a tulajdonosa, de ugye, mivel ez egy két személyes projekt, tehát ö, egyedül nem tudnék beöltözni, így megvan erre a megfelelő ember, és akkor én beöltöztetem, én, én ott vagyok egy ilyen kísérőként, és, és én szállítom, én hordozgatom így magát a sast. Igen, tehát te vagy a végül az állatgondozó. Igen, így van. Te is, ugye, ha jól olvastam, akkor ugye évek óta sas, öt éves sasoskodsz. Hát most már lassan a hatodik, 6. Hat, tehát még az mb 2 be kezdtem. És egy, és egy valami véletlennek köszönhetően indult igen, ez van, a, Így ez van, így van. Tehát a, 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 sas, a sasnak a története az a, a Ferencvárosnál, Szerver Jánosnak, a Johnny bácsinak a nevéhez fűződik és Jászberénybe mentünk le, amikor találkoztam vele egy véletlen folytán, aztán ő pont egy, egy útból ott keresett, én nagyon-nagyon nagy készletést éreztem az iránt, hogy, hogy én legyek a tulajdonosa, és, és, azóta én gondozom, én viselem a sorsát, én megyek vele mindenhova, úgyhogy Johnny bácsitól sikerült ezt átvennem, amit ezúton is köszönök neki. És ez, azóta ez az első sorsja? mert szóval jól igen, az igen, hát Magyarországon összesen kettő darab sors van, az első az a Szurkói háborús feliratú legendás, még a BL-ben is résztvevő sas, és ezt már én csináltattam, ez már teljesen a mi projektunk. Hát nem egy kis munka, mert szobrász kell hozzá, nagyon komoly varrási technika, tehát, tehát minden ilyesmi. Uh -huh. Zsolt, hogy? azt mondd meg, hogy hogyan lesz egy rockzenészből ilyen műsorközlés, mester. Hát azt hiszem nagy szerencse árán, Ő, tulajdonképpen úgy, hogy otthon ültem, és egyszer csak csörgött a telefon, ülői 129-be szeretnék, hogyha bemennék, tárgyaltunk, megbeszéltük a dolgokat, és hát tulajdonképpen az első idény végéhez közeledve most már mondhatom, hogy a, meg az első idény, és ez nem zseniális volt a történet, Elnézést, hogy hozzászóljak a bevezetőthöz képest, itt nincsen semmiféle háború szó. Tegyük hozzá, hogy a Ferencvárosi Tornaklub, a kirekesztés és a megkülönböztetés, illetve az egyéb stadionban lévő dolgoknak a, először is a, az úttörője, és mindenféleképpen azon vagyunk, hogy semmi nehezítés ne legyen az MLS felé a Ferencvárosi Tornaklub mindenféle lépést megtesz annak érdekében, hogy, hogy egy olyan kultúrát szórakozást hozza létre, ami Európa szintű, nem csak Európa, hanem világszintű. Ám a média mindig erre kap rá, és mindig azt szokta mondani, hogy a botrány dolgok azok a dolgok, amik kiemelik a Ferencvárosi Tornaklubot, ez így ebben a, a formában. Én nem úgy igaz. értettem, bocsáss én úgy értettem, hogy alakul a háború, és nem csak a Fradira gondoltam. Nincs hanem, itt semmi háború. Érzékelek. Uh, és nem csak a Fradira még egyszer, hogy hát egyre inkább múltkor itt van nálunk uh, Újpest polgármestere, és uh, ő is uh, rendkívül uh, keményen fogalmazott, és uh, dühös volt a büntetési gyakorlat miatt. Akkor mondjuk azt, hogy van feszültség. Tehát jelen a szövetség, meg, inkább, a, meg a, szurkolók között, meg a szurkolók között létező feszültség van, igaz? Ezzel egyet értesz? Ezzel egyet értek egyértelmű, de ezt azt kell, hogy vegyük az egészet, nézzük az elejére a történelmből, időszámításunk előtt 30 a. A rómaiak korban, ugye a, akkori császárok megalakították a görög teátrumnak a dupla verzióját, ami egy arénát képezett, ugye az amfiteátrumok, ezek arénák, itt az emberek küzdöttek, annak idején vérfolyt, és mindenki tulajdonképpen semmiféle szinte nem emberek mellett szurkolt, hanem pontosan a megaláztatásról szólt. Ezt most csak azért mondom el, hogy ez az alapvető az egész. Egy stadion, egy stadionban a hang, a hangviszonyok azok a legszebbek. Ezt rockzenészként elmondhatom, szerettek az arénában játszani, játszottam a Budapest sportcsarnokban, játszhattam a Ferencvárosi Tornaklub stadionjában, az Albert stadionban. Az a legjobb? Hát ott szólt legjobban a hangom, egyértelmű, és ott is szól a legjobban a hangom. Itt az emberek azért mennek el szurkolni, mert feszültséget adnak ki. Ez a rockzenére is jellemző. Az a ledegradálás, amit általában a média sugal, hogy egy szurkoló az egy csőcselék, ez így ebben a formában nem igaz. Azt, mondják, hogy... Vagy azt mondjátok hogy szerintetek azok a, és most csak a Fradi táborról beszélünk, azok az emberek, akik sútyárák módon viselkednek, meg tényleg elfogadhatatlan kifejezéseket használnak, gyűlöletkelt másokat tényleg becsmérlő, és nem csak cikiző, becsmérlő kifejező. Ezek mennyien lehetnek, mondjuk, mondjuk mennyien lehetnek mondjuk a fradi táborba szerint, a akikkel nagyon nehéz valamit hát, kezdeni, mert, 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 nem lehet, mert nem lehet, mert nem, 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 nem értik, mondom, hogy miről hogy van szó. Hogy ilyet megállapítani én nem tudok. Azt, azt, vegyük alapul, hogy ott, aki bejön a stadionban, megállapíthatatlan, hogy egykinek szurkol, vehet föl magára a zöld, mert akárki lehet, az akár egy provokátor is, mert mondhatom. De van olyan valami, is, azt mondod? Hát biztos, hogy van. Uh -huh. hát nem lehet mindenkit leellenőrizni, hogy a veddelő fiam a fradi szívedet, és mutasd meg, hogy tényleg zöld-fehér vagy. Nézd, itt arról van szó, azért, mint a média, mondom, ez sugalja ezt a történetet, hogy itt folyamatosan ez van. Ez nem igaz. Itt emberek vannak azért, akik pénzt, fáradtságot nem kimélve készülnek olyan dolgokra, hogy látványtervet, koreográfiát készítenek, énekelnek, biztatják a csapatokat. Ezeket nem emelik ki soha, erről nem beszélünk. Tegyük hozzá, hogy a március 10-i nagy rangadó, ugye a Fradi Újpest rangadó az Albert Stadionba utoljára, az európai szurkoló táborok között azon a héten a negyedik kiemelt mérkőzés volt, mind látványtervben, mindenben. inkább ilyenre költség a pénzt, mint a diszkodrogokra, vagy például bármiféle dolgokra. Én azt mondom, hogy vannak ilyen beszólások, ezek, ezek elkerülhetetlenek. Vegyük alapul, hogy a magyar nyelv ma nem az irodalmi magyar nyelv, hanem az utca nyelvezete, a 21. század. Elég, hogyha bemegyünk egy színházba, a színházba, ha valaki csúnyán beszél, az kultúra. Ha megnézünk egy mozifilmet, akár egy Bruce willis hát ott aztán fröcsög minden úgy, ahogy kell. Én a saját kisfiamon tapasztaltam, az, aki hat éves, és az óvodából jön haza, és az óvodából hozza haza azokat a dolgokat, amiket nem kéne megtanulnia. ezennek Jó letolod, érte. Hát természetesen. Na, én azt... 96-ban írtam egy olyan lemezt, ami nagyon csúnya volt, és az utca nyelvezetén volt, ez már kérem szépen a múlt században. É, azt mondd hogy van-e van -e neked Eh, hogy mondjam, lelkismert volt. Az ugye volt ez a, videó, ez a videóton meccs, amire utaltunk. Hogy Na, akkor én készültem, ó, nem mert Nem lőttél túl a célon? Hát nem én úgy nem gondolom, hogy nem, egyáltalán nem, ér, nem lőttem túl a célon. Én azt kértem, hogy kérem szépen a, a vendégszurkolókat, a saját intelligenciájuknak megfelelően szurkoljanak. Na, hát ezzel megsértődtek. Nézzük, hogy mi az az intelligencia. Az intelligencia az az összetett képességrendszere, ami lehetővé teszi a különböző problémák megoldását, személy és tárgyi környezethez való sikeres beilleszkedést, alkalmazkodást jelent. A másik meghatározása az intelligencia. Mi a saját intelligencia? Az intelligencia az egy, az, egy, az egy mentális képesség, ami több, mint az alapműveltség. Hát értelek, de Tehát mi a, ez a szóval saját, a saját intelligencia? Tehát saját a baj, tehát egy... Az, hogy azzal rendelkeznek, tehát ezzel most akkor már átmegyünk Récsi tanár úrba és ja, akkor ja, ja. megmagyarázzuk a szavainkat. Na jó szóval azt mondod, hogy nem, tehát hogy nem. Én nem. úgy gondolom, hogy, hogy, hogy az vertek ki a biztosítékot, hogy ilyet még nem hallottak pályán, én ehhez is hozzá szeretném mondani, hogy a, az a fajta dolog, amiben a szurkolókat és ezt minden táborra jellemzően mondom, járom az országot rockzenészként, gyűjtöm a rigmusokat, egyébként kedvenc foglalkozásom nem csak a Ferencváros régi rigmusai gyűjteni, hanem, hanem az egyéb szurkolatáborokét is. Én azt mondom, hogy, hogy, hogy az a fajta történet, hogy, hogy, mindenki a saját csapatát biztatja, zseniális. Olyan, olyan rigmusok vannak, ne legyünk más szentek, a múltban is voltak csipkelődések, és mindig is voltak férfi emberek között egyébként a fricskázás, az egy alapvető dolog történelem. A legjobb példa rá Gangsta Zoli barátom, aki a annak idején, ő újpesszurkoló volt, mi fradisták voltunk, és folyamatosan ment, semmiféle szülőzésig nem ment el a történet. Egyébként itt kell, hogy megjegyezzem, egy geniális videó van fönn, ugye, hogy oly sokat gondolunk mások édesanyjára minden évben, talán az anyák napjának emelten kéne gondolni a sajátunkra is, én azt mondom, hogy a fricskázásban belefér minden az, hogy a másikat piszkáljuk, egyébként az a, a, a egyéb szurkolótáborok is értetlenül láttak ezzel ellen, hát hogy, igen, hogy hogy lehet. szurkálni, piszkálni lehet, az, hogy miket mondanak a pályán, azt egyébként nem árt majd a beszabály, beszabályozásnál tulajdonképpen meghatározni, de azért csak ne legyen már egy szurkolói biblia, amiben benne van Milagos. az, hogy a C betűvel kezdődő, ányra végződő szavakat nem lehet kimondani, mert akkor esetleg a cickány tenyésztők mit mondhatnának maguknak, hogyha véletlenül egyébként ilyen. A végére értünk, Imre még egyet hadd kérdezek tőled, aztán tényleg itt van a vége, hogy sasnak lenni felelősség? Tehát, hogy a sas is tud hergelni, megnyugtatni? Hát abszolút, ugye, amíg az Albert játszott, addig mi a mérkőzések szünetében mindig ott álltunk a vendégtábor előtt, és azért ott kaptunk hideget, meleget. Tehát nagyon nehéz volt visszafogni, amikor az újpestiek beszóltak, vagy éppen a kispestiek. Ők nincsenek tisztában ezekkel a tradíciókkal, ezekkel a hagyományokkal, hogy a fradisas mit jelent. Nehéz megállni szurkolóként, mert ugye azért nagyjából szurkoló vagyok, Sajnos meg kell állni, és nem, kell, nem, nem szabad beszólni, mert hogyha beszólunk, akkor az csak olaj a tűzre úgyhogy vissza kell fogni magunkat, nem tudom, tehát uh, nehéz, nehéz felelősség. Urak, intelligens, egyszerűs, mint csipkelődő szurkolást kívánok a jövőben mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy Köszönjük szépen,